iskolán tanulói nevelőtestülete nevében. Nagy öröm, hogy Önöket újra itt üdvözölhetjük, újra elmúlt egy év, és újra nálunk megrendezésre kerülnek a vámbéri napok. Nagyon külön szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent fenntartó önkormányzat képviselőit, alpolgármester urat. Külön köszöntöm a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Alapiskola küldöttségét, tanulóit, akik délután még szerepelnek itt nálunk, a kísérő nevelőket és Fibi Sándor igazgatókat is. Én annyit tudnék csak így bevezetőként elmondani, hisz nem tisztelnek a szép rendezvénynek a konkrét megnyitása, hogy bízom abban, hogy ez a néhány nap, ami itt az iskolánkban meg történik, ez valamilyen módon bemutatja azokat a törekvéseket, amit iskolán tanulói, a pedagógusokkal együtt el szeretnének érni, és elkívánnak érni. Ugye a művészeti nevelésben, ugye a képzőművészetben, zenében, és egyébként is a közösség életterén. Én átadnám a szót iskolán tanulóinak, zeneiskolásoknak, hogy tartsák meg rövid műsorokat. Mely annyit szenvedett, és mégis áll erősen.
nagy és virágzó lehet egy boldogabb jövőben. Sok százados küzdelmei erejéről beszélnek. Munkára hát, s megérheti a másik ezredében. S ha majd kelettől nyugatig, Kárpátoktól Tiszáig, magyar nyelvzen, magyar lakik, s e haza felvirágzik, egy boldogabb, dicsőkorért megáldja majd a múltat, s azokat, kik honukért hevülni, tenni tudtak. Szeresd hazádat, ó, szeresd! Ne csak szóval, de tettel. Büszkén és bátran emlegest, hogy épül, nem veszett el. Egy szív, egy lélek hassa át, aki e fölszülötte, hogy nagynak lássák-e hazát a népek, mindörökre. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Megyei Pedagógiai Intézet nevében. Tudnék mikrofon nélkül is beszélni. Leírtam az iskola emlékkönyvébe mindazt, amit elmondok. Most kétszeres oka, indoka is van annak, hogy mi most együtt lennünk. Az egyik, mint hallottuk, Vándéri Árnyékra emlékező napok következnek. Az elkövetkező 7-6 napjában, ahogy néztem az interneten, és mindegyik napon valami új, valami érdekes, valami más történik. A másik indok a kiállítás, és a reménybeli díjazottjaink, akik már kellő izgalommal várják a pillanatot, ami hamarosan be is következik. Az élet szép pillanatai közé tartoznak azok, amikor hasonló érdeklődésű, hasonlóképpen gondolkodó emberek találkoznak, és a megtett út értékeit közösen szemlélik. Most erről van szó ezúttal is. Ezek az emberek, óvodások, az alsó tagozat növendékei a felső tagozatba járnak, és itt vannak kedves szüleik, felkészítő tanáraik, a rokonok, az érdeklődők, akiket megkülönböztetett tisztelettel is köszöntök most. Egy központi iskolában vagyunk. Jó helyen állunk, hogy igazgató urat, intézményvezető urat, illetve intézményegység vezető urat nem látom, mert minden bizonnyal ismerve alkotói szerénységüket elhárítanák ezt a megjegyzést. Mi az, hogy központi iskola? Hát hiszen van annyi más itt a környéken. Igen, más. Amiben viszont központi, ennek ízelítőjét kaphattuk már az előbbiekben, hiszen itt úgy szárnyal a dal, miként az a szélkelep, úgy szárnyal a szó, miként azt csak az irodalomban találhatjuk,
és úgy vetül a papírra a képi élmény, ahogy csak itt, mert mondok még egy iskolát, Gyula Filántoktól látom, csupán a megyében. Vagyis, ha azt mondom, Pápa Munkácsi Mihály általános iskola, felelek rá Veszprém Bátori. Ha Gyula Filántot említem, azonnal csepén kerül szóba, hiszen ilyen színvonalon, ilyen igénnyel, és ennyire szerteágazó szemlélettel, melyet tudom majd néhányat érintek is, sehol másik nem végzik a művészeti nevelés a megyében. Aztán meg, ha már a Szélkeletről szóltam, később majd igen, arról a tájról, amivel gyönyörködtem az előbb a tanári szoba ablakán kinézve, és nem ízelkedésből, nem udvariasságból mondom meg, páratlan a maga nemében. Az a táj, amit láthatunk Csetint elhagyva, a második hanyagítás Szápár irányába haladva, és aztán balra néz az ember, nem is nézhet másra, mert ott az a hullámzó táj, azok az egymásba simuló, bújó hegyek, meg csak óvatosan nevezhető lankák, hajlatok, sehol mások az országban így nem jelentkeznek. Vagyis olyan ingergazdag festésre, rajzolásra késztető közegben vagyunk, mint sehol másik nem lehetünk is. Ez ismétlen nem hizelkedés. Ezt nyilvánvalónak veszik önök. Mindennapjaikban élik ezt a látványt. Ezeknek a képi vetületeit láthatjuk. Én azonban, aki ritkában járok erre, de havonta, két havonta mindenképpen, mindannyiszor elárnyékodom. Központi iskola mondtam, és valóban itt van. Évek óta részt vehetek a bírálóbizottság munkájába, és évek óta örülhetek, hogy mennyire képzeletgazdag és jó címekbe épített pályázati felhívásokat tesznek közéletben az iskolában. Dicséret illeti tehát a vezetőket, és Kovács Lajos urat említeni Földesi László kollégát, aki intézményegység vezetőként ugyancsak szívügyének tekinti a tennivalókat, és aki szervezi, rendezi, velük együtt, mondhatnám úgy is, hogy utánuk és velük együtt, ő Valerné Kovács Anna, és György Lászlóné, valamint Sári Attiláné, szaktanítók, speciális rajz szaktanító kollégáink kimagaslót teljesítettek. No de hát rátok tekintsek, ti, akik itt vagytok és a nap főszereplői, hadd mondjam, hogy idén a festészet viszi el a Pármát. Mint látjátok, festményekből van a legtöbb, és ennek én nagyon örülök. Tudni, a korábbi években állandóan hangoztattuk, hogy nem festenek a rajzórákon, s lám, itt az ellenpélda, mondom, ilyen ingergazdag környezetben, milyen szép tájadottságok között, mint ahol élhetünk, itt is, meg a környező községekben is, mert hiszen róluk is szó lesz még, másképp nem is tehetnénk. Tehát gyönyörű temperatépeket látni. Professzionális akvareleket, és hadd hívjam föl a kedves látogatók figyelmét, az ez oldalon látható akvarelekre hallatlanul érzékenyek, míg a temperaképek dekoratívitásukkal, élénységükkel, elevenségükkel hívják fel a figyelmet magukra itt a jobb oldali paraván oszlopban, addig itt a másik oldalon a szerény, a csendes, mondjam, képköltészetet képviselő akvarellek pompáznak. És esor végén, kérem majd, keressék meg azt a finom, lehelet finom, színes ceruza rajzot is, mert hiszen a ceruzával is varázsolni lehet, itt tudjátok, létezik a varázs ceruza. Most hát hallatlanul érzékeny, finom is, színes ceruza rajzot is ámulatba ejtik a szakmabelieket. Nem túlzok, professzionális kérdezéseket látok, vagy dinamikus rajzokat itt az első paravánon, mindjárt színes ceruzával. Aztán éppen, hogy megmutatja magát a grafika. Tudjátok, a grafika, bocsánat, kedves hallgatóimat,
diákokhoz fordulok, tudjátok, az a sokszorosítható képet jelenti elsősorban. Tehát éppen, hogy megmutatja magát idén egy monotípia, meg egy papírmetszet erejéig. Tehát kiszélesedett a világ, képköltészet, színvilág, hívja föl magára a figyelmet. Különösen gazdag a házigazda iskola anyaga, ismétlem, ez a környezet predesztinálja, tehát erre mint egy őket készé teszi, de a nem túl messze, és most már akkor talán csak utalásszerűen lévő községekből is nagy mennyiségű anyag érkezett, kívánképp a dekoratív temperaképekre gondolok, hiszen Nagy Eszter Gárnél, hiszen miért titkolóznék, ugye védjegye voltak éppen a tempera festésze. Sok minden más mellett természetesen, de az elsősorban. Amiben ők újítottak, és ennek nagyon örült a zsűri szót ismeritek, tehát inkább ezt mondom, mint sem most a bírálóbizottságot, hogy egy-egy színnek, rokon színnek a fokozatait festik meg ezen az oldalon, látni lehet a három fa például, tehát nem olyan miraszínes, nem olyan élénk a szónak ebben az értelmében, viszont hallatlanul érzékeny. Tehát egy kicsit visszafogottabban kezelik, úgy tűnik, a műhelyen belül, az iskolán belül néhányan a festéket. Aztán ott szemben található, ugye a dudariakat említem, akik dekoratív képekkel jelentkeztek, ám ott ugye útkeresésről van még szó. A legjobb példa, amit kitettünk, a legjobb, kérlek és nehézség nem a minőséget jelenti ezúttal, hanem a szakmaiságot, tehát hogy mint egy szemléltető példa, mutatja, hogy lehet egy dekoratív, nagyon élénk képet is úgy kezelni, mint egy akvarelt. Vannak kiemelt részek, vannak alárendelt részek, hangsúlyosabbak, hangsúlytalanok. A tájak hívják fel magukra a figyelmet. A történelmi tájak. Kedves szülőket juttatom meg, mert ugye mondják ők is oda, az a kisfiam, te megint másolsz. Nem baj. Ugye egy felső tagozatosnál ez természetes, egy középkori metszetnek a grafit átiratát látjuk, áttételét, hallatlanul élvezetesen, tehát nagy részt, ami abban megjelenik azonnak a tanulónak a érdeme és sikere, hogy hiszen a díjazás során kiderül, sok más helyről is hasonló értékeket mutattak. Összegzésképpen elmondom, a zsűri alapállások ne legyen első, második, harmadik helyezett, mert nincs. Vagyis mindenki első, második, harmadik, mindenki első. Vagyis inkább úgy gondoltuk, hogy a kiállított anyag sok rétűségét, sok színűségét tekintjük, vagyis voltak éppen mindenki díjazott, aki most itt a kiállításon szerepel. Maga a kiállítás az fölír a díjjal. Ismétlem, közel állnak egymáshoz a táj szeretetében, a táj csodálatában, és igaztalan lett volna itt kimondani különböző műfajok, technikák tekintetében első, második, harmadik helyezést, ezért mégis ugye valami bölcs döntésre kellett jutnunk, jutottunk is, nevezetesen, hogy akik a technikában, a képi ötletekben, a másságban nyújtanak valami eredeti, legyenek azok, akiket megtisztelünk még azon túl, hogy kiállítottuk a képeiket egy ajándékkal is. Szívünk szerint mindenkinek adtuk volna. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és érezzétek jól magatokat az elkövetkező napokban. Köszönöm szépen. És tartalmas előadását. Mielőtt a rajzpályázat díjazása megtörténne, szeretném fölkérni kolléganőmet, az Alsókagyaros és Munkaközösség vezetői György Lászlóné, hogy ismerhesse a pályázati eredményeit. Én is köszöntök mindenkit.
Szeretettel. Az alsó tagozatos munkaközösség most már negyedik éve hirdet meg a harmadik, negyedik osztályosoknak valamilyen pályázatot. Volt már integrált versenyünk, valamilyen mindegyik fantázat kapcsolódott. Aztán volt meseíró pályázatunk, tavaly volt olvasó pályázatunk, az idén pedig Írjuk mondjuk helyesen címmel hirdettünk meg a harmadik, negyedik osztályosoknak háromfordulós levelezős játékot. Ezt szeretnénk most értékelni és jutalmazni azokat a tanulókat, akik kiváló munkát végeztek. Nagy örömünkre 13 iskola nevezett be ebbe a munkába. 13 iskola közel 200 tanulója, pontosan 182 tanuló vett részt ebben a munkában. Az utolsó feladatnál azt kértük, hogy egy kicsit játszva a szavakkal írjanak nekünk verset az a kedvenc évszakukról. Hát nagyon sok szép pályamunka érkezett, és ezekből egy kis könyvecskét, kis verses kötetet állítottunk össze, amit majd mindegyik iskolának megküldünk, hogy ott a nevelők és a gyerekek megnézhessék, és természetesen szülők is. Ide ki is fogom tenni, megmutatom, amint már gyerekek munkái vannak, ezt meg is lehet itt majd nézni. Hát a díjazás úgy történt, hogy nem helyezéseket mondtunk, tehát nem helyezetteket fogunk mondani, hanem a 182 tanulóból a 25 legtöbb pontot elért tanulót szeretnénk díjazni itt most, és előtte felolvasnám, hogy mely településről is érkeztek hozzánk, mely iskolákból érkeztek pályamunkák. Herem, Szentgáz, Háskút, Zirc, Gyula Filátó, Bakonymála, Bakonybél, Borzavár, Duzar, Nagyesztergár, Bakonycsernye, és a határunkon túl Dunaszerdahelyről, és természetesen még Csekény iskolánk is részt vett. Tehát még egyszer elmondom, hogy nem helyezések vannak, hanem 25 díjazottat szeretnénk egy kis könyvvel megjutalmazni, és minden résztvevő tanulónak még a héten elküldjük az iskolájába az emléklapot, hogy részt vett ezen a pályázaton. Én nem is hoznám tovább a szót, megköszönöm gyerekek a munkátokat, remélem itt vannak a díjazottak, mert a meghívókat elküldjük, és felkérem iskolánk vezetőjét, Rodesi Lászlót, hogy adja át a díjazottaknak. Én mindenkit szólítok, és legyen szíves kijönni, de jó, aki a nevét hallja. Köszönöm. Vink Balázs. Strida Lilla. Bicski Bálint. Varga Kinga. Balázsek Boton. Köszönöm szépen. Hege Kristóf. Kovács Imre. Simon Georgina. Kis Erika. Csiki Tamara Fanni. Háskutról nincs itt. Ja, itt van, jó? Várjál. Lovas Csilla. Merva Noémi. Német Rebeka. Nagy Réka.
Frohman Kamilla. Akkor nálálló most itt. Jó. Szalai Zsófia. Dálási Júlia. Dálási Júlia nincsen? Jól kilátok? Dérska Vanessa. Bányai Petra. Varga Fanni. Sörmar Milán. Elnézést, ők jelezték, hogy nem tudnak jönni. Dadó Isabella. Itt van Milán, bocsánat, azt a tájékoztatót kapjuk, hogy nem tudsz eljönni. Köszönjük, és Dadó Isabella. Én is gratulálok még egyszer a gyerekeknek, megköszönöm a szülők segítségét, és megköszönöm a kollégák felkészítő munkáját, mindenkinek szép nevet kívánok. Köszönöm szépen. A következő eredményezésre a nyelvi kommunikációs munkaközösség vezetője Somogyné Bukosi Márta készül, úgyhogy átosolom neki ezt. Munkaközösség feladatkörébe három rendezvény tartozik a Vámbéri napok keretein belül. Az egyik a Vámbéri szavalóverseny, a másik a kórus találkozó, a harmadik pedig a Lökői lelkem keresd meg hazámat című rajzkiállítás. Mint minden évben a Vámbéri szavalóversenyt az idén is előzetes programként bonyolítottuk le. 2008. május 14-én került rá sor. Eredetileg három kategóriának hirdettük meg a versenyt, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik osztályosok számára. Sajnos más iskolák gyenge érdeklődése miatt a felső tagozatban elmaradt az idén a verseny, viszont hatalmas örömünkre szolgált, hogy a harmadik, negyedik osztályosok közt annyi volt a jelentkező, hogy meg kellett bontani a kategóriát. A mi iskolánkon kívül 8 iskola, összesen 44 kisdiákja vett részt ezen a szavalóversenyen, és ugyanakkor a jutalmazás és az eredményhirdetés megtörtént, én szeretném most ismertetni a szavalóverseny eredményeit. A harmadik osztályosok között első helyezést ért el Detve Csanád, Reguli Antal általános iskola zírt. A második lett Szalai Zsófia, Ányos Pál általános iskola Nagy Esztergát. A harmadik helyezett Ábrahám Enikő, Borzavár Porva közös fenntartási iskola. Külön díjban részesült Szűcs Nóra Ágnes, általános iskola Vakonybél, és Gajdosi Diana, Vámbéri Ármi Magyar Tannyelvű Alapiskola Dunaszerdahely. A negyedik osztályosok versenyében első helyezést ért el Póda Csilla, Vámbéri Ármi Magyar Tannyelvű Alapiskola Dunaszerdahely, és szintén ebből az iskolából lett a második helyezett Merva Noémi. Harmadik lett Fonyódi Ádám, általános iskola Dudar. Külön díjban részesült Mészáros Rebeka, Reguli Antal általános iskola Zirc. Horváth Dóra, Vámbéri Ármin, Magyar Tannyelvű Alapiskola Zirc. Szeretném megköszönni Bakonybél, Bakonycsernye, Borzavár, Dudar, Nagy Esztergár, Olaszfalu és Zirc általános iskoláinak, valamint a Dunaszerdahelyi Vámbéri Alapiskolának, hogy részvételükkel megtisztelték rendezvényünket, és köszönet minden felkészítő tanárnak. Hagyományos kórus találkozónkra 2008. május 29-én került sor az Éneklő Ifjúság Dalos Találkozó keretein belül. A szervezésben nagy segítséget nyújtott Nagy Tiborni Nyári Ágnes, a Veszprém megyei közgyűlés zenei szakreferense. A
fellépő énekkarok nagyon eredményesen szerepeltek, és erről elismerő oknákat kaptak. A kórusokat dr. Kerekesné Pitel Anna zenepedagógus, karnagy, a Kóta Ifjúsági Szakbizottságának tagja, az Országos Kicsinyek Kórusa Fesztivál vezetője értékelte, aki Kaposvárról érkezett hozzánk. Harmadik rendezvényünk a most megnyitott Röpülj Lelkem, Keresd Meg Hazámat rajzkiállítás volt, és felkérem rajzlakos kolléganőmet, Vallerné Kovács Annát, hogy ismertesse az eredményeket. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit az immár 5. alkalommal megrendezett Röpülj Lelkem, Keresd Meg Hazámat rajzpályázaton. Az idén 316 alkotás érkezett következő megosztásban, óvodások 25, az első második osztályosok 30, a harmadik negyedik osztályosok 47, az 5. 6. osztályosok 122, a 7. 8. osztályosok 92 az a rajzolókörökbe. Rajzolók zömében kis térségünk iskoláiból érkeztek, Bakony Bélből, Borzavár Korváról, Cseténkről, Tudalról, Jáskról, Nagy Esztergárról, Nagy Bázsonyból, Olaszfalúból, Zircről. A legtöbb munka Nagy Esztergárról és Cseténkből került a zsűri bíráló szemei elé. Babics Mihály, Hazám című versének motójára meghirdetett rajzpályázatunkon a hazaszeretete, és ennek számtalan megnyilvánulását láthatjuk a képeken. Ami falunk, ami Bakonyunk, ami Veszprém megyénk, de az iskola, az otthon, az utca, a szülői ház szeretete is belefér ebbe a témakörbe. Nagyon nehéz dolog volt a döntés, az sok szép alkotás közül, melyek részesüljenek díjakban, és nagyon hálás volt ez a téma, és a különböző technikákkal készült alkotások közül kellett válogatni. A beérkezett rajzok mennyiségének megfelelően adtuk ki kategóriáknak a díjakat, mivel az 5.-6. osztályból érkezett a legtöbb alkotás, itt 8 díj lett kiadva. Mindenkinek kívánok töretlen alkotókedvet, sok sikert és csodálatos színidőt. Felkérem Szűcs István művésztanárival, a megyei rajz és vizuális művészeti szaktanácsadót, országos művészeti szakértőt, a zsűri elnökét, hogy adja át a díjazott gyerekeknek az ajándékokat. Köszönjük díjazott Szettelmájer Fanni Nagybázsony, Mesevári Boda, Katica csoport felkészítője Szejelmeny Gabriella. Sinva Jászmin, Ludar, Napsugár csoport felkészítője Jakab Imréné. Díjazott Tóth Milán, Borzavár Korvaszi Várvány csoport felkészítője Téki Imréné. Díjazott a Süli csoport, Csetény Jogoda, Nagy Tiborné és Vargáni Szabó Erika felkészítő. Kategóriából Polcsik Enikő Jászt általános iskola felkészítője Tóta Károly. Dreska Regina Csetény felkészítője Nagy Lászlóné. A Milán Csetény felkészítője Nagy Lászlóné. Bán Viktor, Dunaszerka, Hely Bábéri Ármin alapiskola felkészítője Bartakovics Eleonóra. Vörösházi Dominik, Nagy Esztergár, Ányospál általános iskola felkészítője Baró Gyuláné.
muzikális korcsoportban Nagy Dorina Csetény, felkészítője Sári Attiláné. Tárgyutás Rádián Csetény, Vámbéri Ármi Általános Iskola, felkészítője Valerni Kovács Anna. Kumbagyi Ármin Csetény, Vámbéri Ármi Általános Iskola, Sári Attilánya felkészítője. Németh Ádám Csetény, felkészítője Valerni Kovács Anna. Szmulai Éva Dudar Általános Iskola, felkészítője Kódak Károly. Dürk Laura, Dirk Gregory Antal Általános Iskola, felkészítője Kovács Péter. A 5.-6. osztályos korcsoportban következik Kottyán László Nagy Esztergát, Ányos Pál Általános Iskola, felkészítője Balogh Gyuláné. Jánik Tikita Nagy Esztergár, Ányos Pál Általános Iskola, felkészítője Balogh Gyuláné. Ráczko Eszter, Nagy Esztergár, Ányos Pál Általános Iskola, felkészítője Balogh Gyuláné. Vince Botton, Szirc, Regnő Jantal Általános Iskola, felkészítője Okra Szabó Mária. György Eszter Csetély, Vámbéri Ármin Általános Iskola, felkészítője Valerni Kovács Anna. Halusi Viola Csetény, Vámbéri Ármin Általános Iskola, felkészítője Valerni Kovács Anna. Hegyi Erika, Dudar Általános Iskola, felkészítője Kódak Károly. Ábrahám Anikó, Borzavár Korva Általános Iskola, felkészítője Szolga Gertrúd. Hörsi Judit, Olaszfalú, Virac Ferdinánd Általános Iskola, felkészítője Píd Judit. Hetedik, nyolcadik osztályban György Henrietta, Csetény Általános Iskola, felkészítője Magyar Erzsébet. Jakab Izabella Csetény, Vámbéri Ármin Általános Iskola, felkészítője Valerii Kovács Anna. Következik Bauman Norbert, Nagy Esztergár, Ányos Pál Általános Iskola, felkészítője Balogh Gyuláné. Kód Zsófia Hella, Dudar Általános Iskola, felkészítője Kóda Károly. Puhinger Edina, Borzavár Norba Általános Iskola, felkészítője Szolga Gertrúd. Pápai Klaudia, Olaszfalú Virac Ferdinánd Általános Iskola, felkészítője Pint Judit. Köszönöm szépen, és a továbbiakban kívánok mindenkinek további jó alkotók kezdve. Köszönöm a részvételt a megnyitón és az eredményhirdetéseken. Kívánok mindannyiunknak nagyon jó programokat délutánra és a jövő hétre. Megköszönöm még egyszer a megjelenést, a rendezvénynek ezen a vége. Köszönöm szépen!